A nemzeti színű szalag átvágásával vette kezdetét az augusztus 20-ai ünnepség Petőfi szálláson. A rendezvény keretében adták át a település emlékparkját. Szász János polgármester köszöntőjében ismertette a községben megvalósult beruházásokat, majd az államalapítás ünnepének jelentőségére is kitért. Mint mondta, ez az ország legnagyobb ünnepe. Szász János hangsúlyozta, Szent István erős törvényt, megtartó keresztény hitet adott a magyar népnek. A hitet és országot mindenkivel szembe megvédte, bátran szembeszállt belső és külső ellenségekkel. Erős, független, keresztény magyar államot épített. Ez mellett hát adunk az új kenyérért. A kenyér az élet, a megélhetést, az otthon jelenti. Most van vége az aratásnak, és hála Istennek jövőre is lesz kenyérünk. A nemzeti színű szalaggal átkötött kenyérrel fejezzük ki, hogy a haza és az élet összekapcsolódik. A rendezvényen beszédet mondott Lezsák Sándor országgyűlési képviselő is. A politikus hétköznapi csodaként jellemezte az emlékparkot. Elismerését fejezte ki azoknak, akik részt vettek a park elkészítésében. Alkalmas lesz arra valóban, hogy emlékezzünk azokról, akik itt Petőfi szálláson éltek, dolgoztak ezért a közösségért, és alkalmas lesz arra, hogy érzékeltessük a fiatalokkal, hogy megbecsüljük a múltat, és alkalmas arra, hogy az ember egy kicsit elidőzzön egy-egy kopjafánál, és emlékezzen azokra, akiket az a kopjafa megjelenít. Az emlékpark a kereszténység, illetve a hit erejét jelképezi. 4 kopjafát helyeztek el a parkban, ezek szimbolizálják a Petőfi szállási embereket, a világháborúk áldozatait, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseit, valamint az 56-os forradalom áldozatait.